oltári szentség utáni vágyakozásban vállaltátok a felkészülést annak minden nehézségével együtt, és eljutottatok ehhez az eseményhez, hogy a Szent Jónás után először magatokhoz vehetitek Krisztus testét, az Eukarisztiát, amely az egyház kincse, a világ szíve, a jövő záloga, az élet legfőbb támasza. Szeressétek nagyon, és éljetek tiszta szívvel, lélekkel, minél gyakrabban Jézus Szent testének, vérének vételével. Fogadjátok őt nagy szeretettel, alázattal, és maradjatok meg mellette egész életetekben. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, hogy gyermekeiket erre az útra vezették, és segítették őket a felkészülésben. Kérem, hogy a közös ima és szentmise látogatással tartsák meg őket ezen a megkezdetőben. Megköszönjük Zsolt atyának és a felkészítő hitoktatóknak az áldozatos és eredményes munkájukat, és kívánjuk, hogy még sok gyermeket.
méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret. És neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájt, mert ez az én testem, mely értetek adat. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondom, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és ugyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hűtünk szent. Szeretlek, imádlak, várom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem, jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem. Kitárom szívemet, térve hozzám kérlek, oly nagyon akarlak szeretni én téged. Jó Jézus, melegíts szívem szeretetre, hogy velem lakasz.
Atyánk, Örök Isten, te minket már a Földön mennyei jelenlegben táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, hová már fölvetted emberi természetünket. Krisztus, ami Urunk által.